Kérem szépen, egy világbajnokot köszönhetünk itt köreinkben. Volt ő egyébként boxolóként is világbajnok, ha jól emlékszem, legalábbis több övet is szerzett, most pedig hát a legjobb sarokban lévő, hogy hívják ezt pontosan, Lajos, mi ez a titulus, amit hát Cutman, vagy valami ilyes? Cutman, így van, Cutman. Nincsenek rossz, magyar rossz magyarsággal, ugye? Sebkezelő. Aha. Én úgy gondolom, tehát ez a legjobb sebkezelő jelenleg a világon. Én azt mondanám, hogy a világszervezetnek én vagyok a bajnoka. Tehát, hogy így legyen a korrekt, mert azért mindenki nem vett részt a világon, aki ezzel foglalkozik, de a világszervezet tagjai vettek részt, közel 80 tag van, aki eljött, az elindult, és... És mi mindent kellett csinálnotok? Ezért lényegében kettő darab bandást kellett... ugye, ami a kéz védelmére szolgál a kesztyűk alá, kettő darabot kellett készíteni, egy MMA és egy profi box bandást. Különbözik a kettő? Igen. Összességében ugyanazt az anyagot használjuk, de az MMA bandás, mivel az egy kisebb, rövidebb szárú kesztyű, kisebb a mérete, tehát oda lényegében a párnázat is kisebb kell legyen, meg rövidebb kell legyen a szára is. Tehát egy picit rugalmasabb, ők abban kell tudjanak fogni, szorítani, mert ugye tehát ezeket a kéz teljes mozdulatát kell, hogy tudja használni. Nem egyedül voltál, ugye a fiad Márk is ott volt ezen a világbajnokságon, ő hetedik lett? Ő hatodik lett végül holt versenyben egy orosz Cutmannel. Nagyon nagy dolog, mert ha csak egy nevet mondok, Povetkin, azt talán mindenki ismeri, tehát többek között a Povetkin Cutmannje is ez az orosz úriember, akivel holt versenyben volt. Amit elhoztál egy díjat, ez egy ezüst. Ez a második helyezettnek járó díj. Ugye kihirdették a végeredményt, azt mondták, hogy második vagy. Majd történt, ami történt, és első lettél. Na, mesélj nekem, hogy lett másodikból első hely? Igen, hát amikor megvolt az eredményezet, és váratlanul ért, tehát nem ezért mentünk, mi azért mentünk, hogy ismerkedjünk, meg lássunk új dolgokat, de szerencsére... Ugye, mint magyarok, kisítőek vagyunk mi is mindenben, de aztán kiderül, hogy mi nagyon sok mindenben a világ élvonalába tartozunk. És az amerikai hölgy, meg egy ír, aki a McGregor Cutmannje többek között, ők valahogy nem tetszett nekik ez a sorrend. Az egyik negyedik lett, a másik ötödik. És miután mi már hazautaztunk, ők még maradtak ott tovább a vezetőkkel, és kérték, hogy együtt nézzék át újra a lapokat, a pontozó lapokat. Tehát 13 kritérium alapján lehetett pontokat kapni. És ők úgy sejtették, hogy el van számolva a pont? Gondolom, ők abban bíztak, hogy talán, gondolom, nem azért, mert azt szerették volna, hogy én legyek a világbajnok, hanem mert talán az ő helyezésükkel nem voltak megelégedve. És igazán ebből az derült ki, mind a kettőnknek jobb lett, úgymond a Márknak is, nekem is, hogy én vagyok az első, és már a hetedik helyett a hatodik lett. Nem ők léptek előrébb, hanem ők ugyanott maradtak. Na, ez az igazi, amikor kikaparták nektek a gesztenyét. Igen. De mikor tudtad meg, hogy ez nem ezüst, hanem arany? Már akkor itthon voltatok? Igen, hétfő este. És akkor jött a telefon, vagy az e-mail, hogy elnézést, üzenetet nagy, küldött sajnos a német alelnök, hogy azt mondja, gratulálok, te vagy a bajnok, azt mondja, el lett számolva, most azon dolgozunk, hogy ezt hivatalossá tegyük. Nem volt egyszerű, mert az olasz elnök, ugye hát az olaszokban közel áll a maffia vér, ő nem szerette volna megváltoztatni, mert hogy ez blama, de úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel, hogy ezt megváltoztatták, és felvállalták azt, hogy tévedtek, hibáztak, emberek vagyunk, ezzel lett igazán hiteles ez a világszervezet. Mert akik küzdősportokban dolgozunk, azok tudjuk, hogy nem szokás beismerni a hibát a bíróknak, és nem szokás megváltoztatni az eredményeket. Én néztem a fotókat, és egy ismerős arcot is láttam. Az egyik Rocky filmben bukkant fel az úriember, és ő volt az egyik díjátadó, vagy zsűritag? Igen, ő a tiszteletbeli elnökünk, a Jacob Stitch Duran, és ő volt az egyik bíró. Én például engem ő felügyelt, tehát három bíró volt, és kihúzgálták a neveket, hogy ki melyik csoportba fog tartozni, és én az ő csoportjába tartoztam. Furcsa volt, amikor személyesen találkoztál vele? Eddig csak filmekben láttad. Igen, furcsa volt, meg azért azt tudni kell, hogy ő most a világ legelismertebb Cutmannje, tehát a Stitch márka név az összes
cutment felszerelést minden gyártanak a világ legjobb minőségében. A bandázsanyagot, a gézt, a ragasztót, a jegelőt, a mindent, tehát nagyon nagy név. Ugye most legutóbb a Stallone, ha jól lehetem, a Creed filmben, és most mesélte nekünk, hogy most forgatják a kettest, tehát lesz folytatása. Egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus és nagyon szerény, nagyon barátkozós embert ismertem meg benne. Akkor abszolút ez lehet a mondjuk a jövő útja számodra, mert te azért 99%-ban inkább edzőként dolgozol. Hát minden marad a régiben, tehát ez egy, nem egy kitérő volt, a verseny volt egy kitérő. A következő, ha lesz, vagy elindulunk, vagy nem, tehát ez sok mindentől függ. Az ökölvívás, az edzősködés az első. De én úgy gondolom, hogy egy magát valamire is tartó edzőnek azért kötelessége ezeket a dolgokat is megtanulni, és azért valamilyen szinten tudni. Uh-huh. Egy biztos, hogy a mostantól kezdve mondjuk Kovácsicsék arra nem foghatják, hogy rosszul volt a bandázs megcsinálva. Hát semmiképp, bár most nem tudom majd, hogy a Kovács Ricsiék amatőrbe, hogy az AI-ba változtat-e, és esetleg kiveszi a világversenyekről a profi bandás készítését. Én nem tartom jónak, tehát egy 3x3 perces mérkőzésre több idő felrakni a bandást, mint ameddig tart a mérkőzés, tehát felesleges. A profiknál az más, ott azért hosszú menetszámok vannak, ott nagyon fontos, hogy mennyire jó a bandázs. Nem is gondolná az ember, hogy ilyen apróságokon múlik. Mondjuk kényelmetlen lehet a kesztyű alatt? Zavarhatja a versenyzőt? Vagy akár a kezére is veszélyes lehet, ha nem megfelelő? Hát abszolút, tehát törés, zúzódás. Ennek az apropója pont az Ir Cutman, aki tényleg egy nagyon jó és nagyon-nagyon sokat dolgozik. Minden hétvégén angol gálákon dolgozik, jobbnál jobb boxolóknál. És én pont láttam, amikor a bírója neki, a világszövetség elnöke volt, az olasz, szemrehányást tett neki, hogy tehát ezen bukott egy csomó pontot, hogy szorosra rakta föl a bandást. Tehát olyan szinten, hogy itt kéz középtájban már kezdett lilulni a keze az önkéntesnek. És amikor levágták, akkor itt is végig, tehát elszorítottam. Most egy ilyen bandázsal, ha felveszik a kesztyűt és bemegy a szorítóba, nem tudom, hogy 3-4 menet után fogja érezni a kezét, aha, tehát egyáltalán milyen komoly következménye lehet. De akkor ezek szerint voltak modellek, akiknek a kezére rá kellett rakni a bandást. Önkéntesek voltak, mind ilyen görög küzdősportos fiatal emberek, illetve hölgyek is voltak. Hát gratulálunk még egyszer, és hát reméljük, hogy akkor ezt most vissza kell postáznod, ezt az ezüstérmet, vagy ezt a díjat, és akkor jön az arany. Igen, reméljük. Gratulálunk még egyszer, reméljük, hogy ez csak egy kezdet, és akkor innentől kezdve majd több ilyen trófea is kerül hozzád. Hát a csapatnak meg sok sikert a folytatásban, hiszen nem unatkoztok. Jönnek majd a mérkőzések. Köszönjük szépen.